Magyarországon, amiben a főváros teljes területét érintette, de az ország más részeit sem kímélte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mária Pólton több épületkező szerkezetét is megrongálta a cél, egyház pedig lakhatatlanná vált. Hat embert a szomszédok fogadtak be. Nyíregyházán is több helyen kértek segítséget, ismertette Dudás Szilvia, a vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Az előzőt a Szabolcs-Szatmár lefakadt egy világvezetés, és meggyőzte fel vele felülő levélzetet. Az ünnep tisztában családi házkörülményt eszakott a villám, ami azt a konyhában lévő tárgyadatot kidullat. A vonat közlekedésben is jelentős fennakadást okozott a viharos szél, mondta el Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese. Főleg a főváros térségében és Nógrádban voltak jelentős fennakadások a vonat